Sziasztok, én Szuper, az neked jövök, és ma itt lenne velem Geri! Sziasztok! Mint mindig, igen, ahogy Axel, igen, egy kicsit kihagytuk a sorozatból, szóval így elkezdtük vele meg mindent, de hát... Alex, hoztam neked valamit. Igen, Tessék. Ez csak is nekem. Csak is nekem. Na, dögölj meg. Jó van, kapd. Na, akkor hát ezt eldobjuk, ez fúj. Na. Ma még nem körülné, agyfulladnék meg. Na szóval, gondolkoztunk, és lehet elkezdünk egy big reaktort, ez egy reaktort. IC2-s reaktor egy kicsikét jobb, de hát ott ez egy kicsikét, az nehezebb meg semmi, felrobbanhat. Egy kicsikét tudod, csak egy kicsikét. Mi baj történhet? Felrobban csak így, úgy ahogy van. Ez az van EMC! Yes! Van EMC a reaktor dolgaihoz! Yes! Akkor tudom, hogy nem egy 3x3-est csinálunk. Na be egy kicsit gerünk. Yellowrim meg ilyenekhez van EMC? Aha! Oké, elkezdtem craftolni az EMI rendszerrel és lekapcsolt. Kapcsolt ki? Kamerát? Megcraftoltam. Kapcsold már ki a kamerát, kapcsold ki! Nem is olyan nagy az EMI rendszer egyébként, nem tudom miért. Kapcsold ki a kamerát! Jó, szóltam, kapcsolt ki! Hát de én nem beszéltem. Mi? Csináljunk még reaktort, azt mondod. Még reaktort? Simán! Simán, easy! Yellowrium meg ilyenek, mert Yellowriumhoz van ezért? A grafite-ot, azt már betanítottam, a grafite-ot. Ha úgy kell ejteni, bocsánat, én úgy tudom, én angolban soha nem tudok kiejteni normálisan egy szót, ha nem hallottam, hogy egy angol ember kiejti, szóval én szerintem grafite. Yellowrium meg 4096 MC-je van. Yellowriumnak 16 000? Nem 4000 csak. 4000, azt mondom. Cyanet ingotnak viszont 1000. Az hülyeség. Cyanet az még az értékes. Mi azt kapod, ki tudod, ha Yellowriumot égetsz. Ez hülyeség. Na mindegy. Hol van? Nincs Yellowriumunk valahol? Vagy már, már mind a EMI rendszerben van? Jó, hát pont egy darab Yellowriumunk van, ezt ugye várom. Én több várom. Jó, hát most sem a reaktort, állítsd addig a pulverizert. Leállítottam és kötöttem a rendszerről. Na, Yellowrium, azt fogunk ezt 64-et csinálni. Rupink az van. Graphite, azt is csinálunk egy 64-et, mert tudod, mi megtehetjük, tudod, Megeri. Ó, egy kicsikét drága a Yellowrium viszont, éj. Jó. Most termelt rengeteg Dark Matter-t. Jó pillanat, én most megcsinálom a blokkokat. Kell hozzá vas is, tökéletes, nagyon jó. Kicsit drága lesz ez nekünk. Drága mulatság lesz, de hát na. Ez a jó cuccuk egyébként ebben. Kell? 64-et csináltam, az elég lesz szerinted? Mint a reaktor casinget, tudod, amiben meg kell építeni. Szerintem. Mekkora reaktort csináljunk? Nem tudom, akkor már csak egy... Várj, azt tudjuk, hogy a cyan kivegye automatikusan. Nem tudom azt, hogy kell, nem tudom, még azt nem tapasztaltam. Szerintem csináljunk egy 5x5-öst. Az ahhoz van pénz. Az 25 blokk szerintem, attól függ milyen magasra csináljuk, és mennyire Yellowrium mizét csinálunk bele. Fuel rodot. Hát egy rodot csinálunk bele, és körül... Az kurva kevés. Mert a fuel rod ugye csinálja úgymond az áramot. Szóval én általában úgy szoktam, hogy telepakolom az egészet tőlem, és akkor kurva sokat termelünk. Szerintem én azt mondom, hogy mind egy sorba kettő legyen. Jó. Itt amúgy nem látok majd olyan sok kraftolást, mert hát itt fogom egyszer lekraftolom. EMC. Ha van EMC-je, ami ennek van, akkor kicsikét betanítjuk. És akkor jó lesz. Ha egy nap lenne nekem grafájtom és nincs, és redstone-om, ami van. Jó, oké. Ügyes volt Alex. Jó, reaktor chambert is betanítjuk, vagy kontrollert.
Ezt is betanítjuk. Power tap. Ó, de olcsó. Jó, ezek igen, egy kicsit könnyű ez a túlélő, de legalább örüljetek, hogy könnyű, mert úgy értem, hogy örüljetek, hogy nem lesz ilyen, tudja, nem az a baj, hogy szerintem Geri, te sem szereted azokat a sorozatokat, attól függ, ami örökké megy, érted, nem? Szóval úgy értem, az örökké megy, hogy így 100 részig például, nem? Te miért tippelni, hogy milyen hosszú lenne ez a sorozat? Ha így még 20-30 percesek lennének. Ha, és most vagyunk most vagyunk. Igen. Most vagyunk a hatodik résznél szerintem. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy 7-nél vagyunk. Szerinted tippelj mennyi idő lenne? Mert már van egy rendszerünk, ahogy látod. Mi nem kaladoztunk sehova persze, az a baj csak még. Áramunk nincs, van egy jó szolárpanelünk. Kösd már be! Legalább termelj áramat, hülye vagy! Hova? Hogyan? Ja, egy euró, nincsen izékábelünk, jó semmi. Most az érzéket kraftolni. Na, ez egy achievement volt, aztán úgy ott van. Igen, amúgy emberek, aki nem érti ezt a viccet, ezt a egyeós viccet, annyi igazából, hogy egyeós semmit nem ér. Ennyit kell tudnotok. Egyeós semmit nem ér áramba. Szóval ez a vicc igazából lényege. Egyeó, az kb. Mint a szemlámpa elem a 220-hoz képest. Ahogy Geri mondja, én nem értem, ti értitek, leszolom. Szóval... A konnektorhoz képest a zseblámpa elem. Aha, biztos. Mondom, én hülye vagyok ezekhez, szóval nekem mondhatod. Az, amit te most tanítanád nekem a programozás kb. Olyan bonyolult nálam ez. Na, akkor be is tanítottunk minden. Na, 5x5-ös, hol legyen a reaktor? Hol robbanjon szét? Egyen rakjuk be valahova, majd csinálunk mindennek termet, nem? Ugye ássuk be. Várj, ne, szépen akartam volna. Hogy 5x5-ösen, így pont jó, így pont 5x5-ös. Ups, rakd vissza. Jaj, hogy oda ne rohagyja. Jobb fasz. Na szóval igen, így gondoltam. És akkor így már lesz benne hely. Szóval ez így egy... Arra jól akartam valamit csinálni előző rész végén. Mi volt az? Forestry-t mikor akarod amúgy kezdeni? Mit? Forestry. Forestry-t? Hát kicsit később. Kérni, ahhoz majd sok gép kell, meg majd áram. Ja, jogos. Na szóval, akkor... A nyelmény játék kapcsolatban... Még amúgy mindjárt felrakom ezeket a videókat, már szerintem vége lesz a nyelmény játéknak. Na mindegy, hát akkor mondhatom. De nem mondom akkor. Szóval akkor... Azt mondja, ez mindjárt kész lesz a múlt. Három blokk magas legyen? Három blokk magas legyen? Ne, négy blokknak kell, hogy legyen. Mert hogyha kettő fjúr... Gondold át, kettő fjúrgodat akarunk belerakni. Kettőnek kell, hogy legyen, nem? Mint magasság. Három, ja, három magas. Nagyon nagy. Nem, hülye, hát nem három, négy. Négynek kell, hogy legyen. Jó, akkor legyen négy. Hát, mert big reaktor, legyen már big. Úgy ilyen dizájnokat akartam, hogy szó szerint egy reaktort csinálunk, egy reaktor épületet, tudod? Hát, majd később akkor sem. Lesz egy-két timelapse-es videó szerintem. Építés során mindig timelapse lesz. Jó, ilyen reaktorépítésben nem, mert amúgy meg akarom. Elmagyarázzuk, aztán majd amikor megépítjük a házat után, ahol lesz time. Mert lassan. Ez a reaktor, ez most annyit fog nekünk csinálni, hogy nagyon sok jó dolgot fog nekünk generálni igazából. Ennyit kell tudnotok, az az áramot. Szóval igen, és ez nagyon jó. Nagyon-nagyon menő dolog. Hol legyen a kivezető? Mármint az áramnak? Vagy négy... Várjál, hány blokk van itt elől? Három. Jó, szerintem a power output az legyen ott, ne? Nézd, gyere! Gyere, kicsit! Oh, yeah. Hány blokk van? Egy, kettő, vagy egy, kettő, három. Akkor pont ide beférne, de túl csúnya lenne. Coolant port... Mi kellhet még nekünk amúgy? A redstone például, nem a rednet. Rednet?
Melyik módban a rednet kábel? Elfelejtettem. Na mindegy. Turbine-t is tudunk majd csinálni. Arra gondolok. Reaktor lesz. Na mondjuk egy reaktor lesz, amúgy nem lenne olyan rossz, nem? Ahogy gondolod, én most tízek kapcsolok. Emit állítom, de... Úgyhogy így működik ennek a emigráncának a power lúzolása, azaz minden másodpercben lúzol power-t, vagy amikor használjuk. Szóval amikor minden használjuk. Másodpercben, nem? Én szerintem. Vagy tickbe, bocs, tick. Itt tickbe van. Tick, aznak annyit kell tudnotok róla, hogy... Elkezdtem craftolni. Mit? Emi rendszer rá, nézd bele. Áj, nézzük. Ja? Jó, azt pazarolhatod. Miért? Én értem. Persze. Ma felettünk egy kibaszott zombi. Megbaszom. Én nem termel eleget. Melyit termel ez? Termel? Hol ez a zombi? Jó, sehol akkor, nem mindegy. Vagy mennyi MC-t generált? Tényleg mondd már, mert mondd a nézőknek. Hát kérem szerint 18 milliót. Csak! Hogy kérj, majd kérj több. Lefogyott a teljes energiakészletünk, mire lekraftolta. Nagyon jó. De kész van, lehet, már használható. Jó, hol lenne a kiadó? Szóval ahol kiadja az áramot, Léci, mondd el. Itt legyen, én ide gondoltam, mert akkor be lehetne így rakni a falba, így a kábelt, tudod így elvezetni, nem? Ha. Akkor jó. Na várjátok, akkor hogyan is kell reaktor glass csinálni? Kell glass-el, azt gondoltam. Kezdtem valamit csinálni, és... Ja, megvan. De ezt betanítom a biztonságot. Jó, drága, hallod, ez a glass 1000 EMC per darab. Baszki, most nem tudunk ki az izé Ender Pearl liquidet, vagy liquidből csinálni. Miből csináljuk? Miért ne tudnám? Tudsz most Ender Pearl liquidet csinálni? Per pillanat nem. Hát akkor most nem tudunk egyből Ender Pearl liquiddel úgymond alkotni. Ha kiüttem, akkor jó. Na. Ilyen receptet, amit lecraftolok, berakom egy emény interfészbe. Jó, Leo, most vettem észre, hogy Leorium, ugye ez egy Leo, nem tudom kimondani normálisan. Mondjuk sárga anyag, szóval. Sárga anyag így fiúrgodott, azt elfelejtettem lecraftolni, most lecraftoltam, szóval már nem felejtettem el. Még lecsinálok 10-et. 10 az elég lesz. A powered lampa mennyi erőt használ? Ja, ez bőven elég lesz szerintem így. Akkor nem pont jó lesz. Jó, most csak azt kell eldönteni, hogy akkor oda vizet. Vízből legyen akkor legelsőnek szerinted? Bucket az be van egyáltalán tanítva? Nincs. Valami komolyabb vizéket csinálni, vezetékeket egyébként szerintem. A 600 RF-es izében. Kábellel most per pillanat így. Vagy azt lehetően hiszem, hogy nem lagolok már annyira, amilyen körülök. Ne tudom, mert mikor tervezünk elmenni amúgy tényleg. Tervezünk oda elmenni? Á, ilyen szedben, nézd már meg az armort, hogy hány izé csíkod van, bazd meg kevés nagyon. Most tudom, hogy ez egy kicsit pazarlás, amit most csinálok, de na. Kapcsolnak fel. Nem kell fel kapcsolni. Vagy ennek redstone jár kell? Jaj, bakke, menj a víz. Ez semmi. Igen, ez meg az 1.7 folyás, igen. Itt csak 1.7 folyás van, tudod? Oh, van redstone felkénk? Vagy ezt nem így kellett volna, hanem úgy. Így. És akkor ide meg... Jaj, bakker! Hú, baszki. Na szóval, megvan oldva. Még kell... Ja, itt a vízió semmi akkor. Oda egy darab kéne. És akkor gyorsan betemetjük ezt. Mondjuk a kontrollert egybe lerakom. Jó.
tökéletes. Melyik a... Hát szerintem hogy nézne jobban ki, hogy a reaktor lesz az inkább ott lenne, vagy felül lenne, és akkor ezek lennének itt alul, vagy a reaktor lesz lenne fel, vagy alul, mint most. Hát, megnézem mind a kettő opciót. Ja igen, az 1.7 folyás az amúgy az jobb szerintem. Van fény. Jó, 1.7 folyás, tetszik. 1.8-os az jobb. Ja, igaz, igazad van. Kurva sok fényt ad egy ilyen lámpa. Ez a jó benne amúgy. És te mondod, hogy minek fizessünk a lámpáért. Hát. Villanyért, villanyszámlát fizessünk. Nem, igen, minek, minek kell. Jaj, leszagozza az ötleteimet mindig, látjátok. Ne bízhatod. Miért csinálni ilyen szarasajókat, valamint hogy tárol áramot. Fasz! Egy ilyen... Ja, várjad, az izé blokkal kell. Ilyen Creative Energy-t lekraftolom. Bo... Faszom, jó, várj, elbasztam valamit. Mi a faszomat basztam el? Nem jó, nem jó. Mi kell egy... Úristen, van. Na jó. Mi kell egy basic... Yes, majd elbasztam. Mit ütöttem ott ki? Egy Yellowium izét? Aha, Yellowium izét ütöttem ki. Oh. Nincs elefünk. Gyorsan csináld. Csinálom, csinálom. Na így jó lesz? Felkapcsol, lekapcsol az EMI rendszer. Jó, még felülre kéne izét rakni, szóval fel kell másznom. Magyarul. Elfogyott az áram. Észrevettem, mint a lámpa így kiürült volna. Lámpákhoz van kapcsoló egyébként, hogy valami. Fogalmam sincs. Rág négy, oké, még azt a falatot le kell bontani. De nem, hogy ezt a részeget, ezt itt meg is lehetne hagyni, hogy fel tudjunk menni karban tartani a dolgokat. Te kontrollodban még csinálok egy párat. Szerintem ebből is 10 kell, nem? Nem, ebből kevesebb. Ebből csak 5. Ha jó matekozok elvileg, akkor csak 5 kell. Lehet, hogy szarul matekozok, nem tudjuk. Oké. Okay. Nem, ja, 5 kell. Igen, tudok, képzeld el. De nem hinném, hogy farkasok tudnának. Hát? Legalább. Az. Vannak? Nem van alá, hogy szállítani. Akkor most fogyasztom el az összes áramot. Jó, bekölthetted amúgy már reaktort akarod. Nem zavar. Most jelp hozzá a kábelt, ilyen spécit. Én meg Yellowiumot. Ami maradt anyag, azokat beégettem. Ja, hogy van nálam jelói, akkor semmi. Ez a 20.000 RF-es kábel, aztán most már úgy gondoltam, nem. Jó, nem 2000 RF-et fog termelni, 3000 RF-et, elég lesz. Szerintem az jó lesz. Well, azt csináld meg, hogy lekapcsolja. Jó, már lesz. Mindjárt, már nagyon gyorsan kezdte le lenni, szóval csinálj valamit. Hát töltsd meg. Már majdnem 10%-nál van, ahogy néztem. Jó, oké. Okay. Kell, mire fogjuk? Van valami tárolónk, vagy valami? Nincs. Nagyon jó. Kéne? Igen, mert csinálunk így alapot. Melyik módból legyen? IC2, vagy melyikből? Van választásod. Na jó, legyen szerintem egy Creative Energy Cell, na. Mechanism? Tőlem egy Ultimate. Az drága még, az nincs olyan gépünk, hogy csináljunk. Szerintem egy alapot, egy basic-et még jó lesz. Mennyit tud azt tárolni? Nézzük csak, basic. Tudom, hogy az előző módfajban... 800 ezer RF-et. Az szerintem jó lesz egyenlően, nem? Az jó. Meg olcsó is. Mennyibe kerül? Ez olcsó. Olcsó. 8, tudod, spanyolul, olcsó. Na, szóval... 15. Csináltam ilyen... Jaj, bocs! Bocs, nem ezt akarom. Várj, egyet adjál vissza, mert akarom tanítani. Én is. Mennyi MC-be kerül? Hey! Jaj, hogy ilyen olcsó, azt hittem drágább. Honnan jön ki az áram? Oldalt. Újra kéne kábelezni mindent, ugye?
lehetett termelni? Bocsánat, csak úgy zavartak. Na. Bocsánat, meg foglak utálni egy élet. Igen. Na, hát még próbáld bekötni. Tehát, hogy beférjek oda majd a... mi az EMI rendszeres, tud egy kristálykeltetőhöz. Ha. Mert a legjobb helyre tettem itt van. Ja. Nincs kábelünk. De már a villanyt is be kéne kötni. Tudod mit? Nem fogom átkábelezni a házat, de van a szélgenerátoron a villany. Azért ilyen drága kábeleket nem használunk. Ez így. Fény, világosság. Képek működnek. Ez ha megtelik egyébként, lekapcsolhatsz. Alex. Na vissza is jöttem, csak volt valami dolgom közben. Nem tudom igazából, hogy miről maradtatok le, mert én sem voltam nagyon itt. Viszont az biztos, hogy már lejárt ez a rész, úgymond. Szóval, igen, ennyi lett volna ez a rész, itt volt velem Geri. Sziasztok. Igen, és remélhetőleg fogunk haladni majd a következő részekben sokat. Na hát, sziasztok.